Gizi 19 éves, egy szigeten lakik. A szerelme Géza a szomszéd szigeten lakik. Ha találkozni szeretnének, az egyetlen lehetőség egy átkelő csónak. Gizinek nagyon hiányzik Géza, és megkéri a révészt, hogy vigye át a csónakkal. A révész azt mondja, hogy rendben van, azzal a feltétellel, ha előbb Gizi lefekszik vele. A lány elszörnyed és közli vele, hogy nem teszi meg. Hazamegy az anyukájához, elmeséli, mi történt, és kérdezi a mamát, hogy mit tegyen. Anyuka azt válaszolja, hogy egyedül kell meghoznia a döntést, ő nem szeretné befolyásolni, nem avatkozik bele. Gizi átgondolja a dolgot, és úgy dönt, hogy bármi áron látni szeretné a szerelmét. Elmegy a révészhez, és közli vele, hogy hajlandó megfizetni az útárát. A révész átviszi a szomszéd szigetre. Megérkezve Gézát a konyhában találja, az asztalnál ülve a legjobb barátjával. Gizi elmeséli, hogyan tudta megoldani, hogy eljusson hozzá, mire Géza dübegurul és megüti. Ekkor a barát feláll az asztaltól és behúz egyet Gézának. Itt a mese vége. Most ha van kedved, állítsd sorrendbe az öt szereplőt az általuk elkövetett bűnök súlyossága alapján. Egyes legyen a leginkább bűnös, és az ötös a legkevésbé bűnös. És érvelj röviden, hogy miért látod így. A válaszok valószínűleg nagyon eltérőek lesznek. Nincs két egyforma ember, egyediek vagyunk, mint a hópelyhek. Különbözik a múltunk, különböznek az élettapasztalataink, és különbözik az értékrendünk is. A gyakorlat pedig a toleranciáról és a másik véleményének, meglátásainak elfogadásáról és tiszteletben tartásáról szól.